Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A Maya kalendáriumról szeretnék beszélni, mert ez egy régi és egy nagyon precíz naptár. Ebben a naptárban van 20 hullám vagy rezgés. Egy rezgés mindig 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. A mai nap tehát június 17-e a harmadik rezgésben van. Ez a harmadik rezgés Manik hatása alatt áll, és kihat erre a hétre, erre a 13 napra. Manik lefordítva annyit jelent, hogy kéz, és azt mutatja nekünk, mennyire fontos, hogy mi most kézbe vegyük a dolgokat, vagy irányítsunk valamit. A mai nap, tehát június 17-e, a 9. nap ebben a hullámban, a 9-es számnak is van egy jelentősége, mégpedig az, hogy korlátozások vannak, és ezen át kell, hogy tegyük magunkat, hogy az események előre mozogjanak. A mai napon Men uralkodik, Men lefordítva annyit jelent, hogy sas. És ez a sas mutatja nekünk, mennyire fontos, hogy mi átlássunk a dolgokon, vagy hogy mi felülről nézzünk valamit. Ez a sas jelkép jelenti azt is, hogy mi kapunk egy fontos hírt a mai napon. Vagy figyeljünk oda valamire, nézzünk oda, ami most számunkra fontos, hogy átlássunk a dolgokon. És ez volt a felvételem a Maya naptárról. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!